Jogi eljárást kezdeményeznek az osztrák hatóságok ellen azok a síelők, akik az Isgül nevű síparadicsomba fertőzöttek meg koronavírussal az évelején. Szerintük nem tájékoztatták őket időben, hogy mekkora a baj, és sokkal, de sokkal korábban el kellett volna rendelniük a városka lezárását. Jürgen Stang márciusban érkezett haza Németországba, Isgülbeli nyaralásából már fertőzötten. Azt kellett volna mondaniuk, hogy vége, a liftek nem közlekednek, mindenki menjen szépen haza. Turistaként fogalmunk sem volt róla, hogy mennyire súlyos a helyzet a városkában. Ők viszont nagyon jól tudták, mondta. A bécsi fogyasztóvédelemhez 45 országból összesen 6000 panasz érkezett, köztük olyan családoktól is, amelyeknek szerettük, belehalt a fertőzésbe. Péter Kolba, a fogyasztóvédelem illetékese úgy fogalmazott, a turisztikai ágazat volt az, ami jelentősen befolyásolta a hatóságok döntéseit. A sértettek fejenként 100 ezer eurós kártérítést követelnek.